Tehetséggondozó irodalmi és videós pályázatot hirdet a Kecskeméti Média Centrum 14 és 24 év közötti fiatalok számára, akikre büszkék vagyunk címmel. Ennek egyik célja, hogy középpontba helyezze azokat, akik 2023-ban rangos elismerésben részesültek, és példájukat sok-sok fiatal megismertesse. Az akikre büszkék vagyunk tehetséggondozó pályázat kettős célt szolgál. Egyrészt valóban szeretnénk, hogyha ismét megmutathatnák a tehetségüket a fiatalok irodalmi, írásos, illetve videós műfajokban is, másrészt pedig ez egy olyan pályázat, ami példát mutathat nekik, híres, elismert művészek, tanárok, közéleti személyiségek vagy éppen jogászok vállalták, hogy mesélnek a fiataloknak, azaz vállalják az interjú alany szerepét akár írásos, akár videós anyag elkészítéséhez, akik listája megtalálható a híreshu Érdemes a színes feladatnak neki látni, hiszen mindkét kategória első három helyzetje vesellási utalványt nyer. 50, 30, illetve 20 ezer forint értékben, és technikai eszközök is gazdára lelnek majd a pályázók között. Tényleg megbecsültek lesznek azok, akik a legjobbak lesznek, de azt gondolom, hogy a pályamű elkészítése önmagában egy élmény lehet. Nem csak azokról az emberekről lehet pályaművet készíteni, akiket megadtunk, hanem bárkiről, akikre az adott fiatal, vagy akire az adott fiatal büszke. Az elkészült pályaművek zömét a Médiacentrum lehetőség szerint igyekszik majd megjeleníteni saját felületein, és tette hozzá Kozák Polet ügyvezető. A tv.hu tv e-mail címen lehet jelentkezni a pályázatra február 28-ánig. Szintén ezen az e-mail címen keresztül kérhetik el a fiatalok a példaképek elérhetőségeit is.